Abini Tamás püspök úr nagyon bíztatott minket arra, hogy ezt a könyvbemutatót megtartsuk ezen a mai estén. És két program között fontosnak találta, hogy eljön, és ő is szól egy pár szót, úgyhogy neki adom át most a szót. Köszönöm szépen, kedves testvérek! Nem szeretnék beletrollkodni mai divatos szóval egy nagyon jól megszervezett alkalomba, de késztetést éreztem, hogy néhány szót szóljak. Úgy is, mint egy kicsi deáktéri, hiszen én is kötődöm ide, és itt konfirmáltam, de nem sorolom föl, nem rólam van szó, de úgy is, mint a kőbányai gyülekezet 13 éven át volt lelkésze, és örömmel hallottam ezt a kitekintést, a horizontális bővülést, hogy valóban ezek a Budapest külsőbb kerületeiben levő gyülekezetek is a deáktér gyermekei. De amit még ezen túl én mondandó vagyok, és ezt is érintette Botond, csak erről is egy-egy mondat, hogy mennyire tudomásom és látásom szerint mennyire összhang volt mindig, és a könyvből ez kiderül, amennyire nem olvastam még végig, de át tudtam olvasni, hogy a lelkészek és a világi vezetők milyen jó összhangban dolgoztak. És most is jó együtt látni itt egymás mellett a lelkészt és a felügyelőt, és a deáktérének nagyon jó hagyománya van. Nyilván Keker Andrást ki lehet emelni az én személyem által, hiszen tudják jelenlevők, hogy mennyire közel állt hozzám, de Háfenstein Károly is persze, és lehetne az ő életüket említeni. Egy világi vezetőt emelek ki, aki talán kevésbé ismert, és ebben a könyvben nekem lehetőséget kínált ez az olvasás, hogy újra fölfedezzem őt, Tomcsányi Vilmos Pálra gondolok, aki 1933-tól volt a gyülekezet felügyelője, 48-ig, a fordulat évéig, amikor a kommunista hatalom átvétel lemondatta őt, és megható az a odaadás, ahogyan ő vállalta a szolgálatot, ahogyan ő alázattal töltötte be ezt a tisztségét, pedig nagyon komoly politikai tisztségei voltak miniszterként, nemzetgyűlési képviselőként, Kárpátalja kormányzói megbízottaként, és a többi. És nem véletlen, hogy amikor a kommunista hatalom átvétel volt, akkor sajnos éppen az evangélikus papgyerek Mihály Fiernő fenyegette őt meg, hogyha ő mondaná el a köszöntőt a köztársasági elnöki palotában az egyház nevében, akkor a teremőrökkel dobatná ki. Ez is szomorú evangélikus belharc, úgy mondjam, és ezt is azért meg kell ismernünk. Tehát Tomcsányi Vilmos Pál csak szemlélteti az ő személyén keresztül a világiaknak a fontos szolgálatát igen-igen nehéz korszakban. És én köszönöm a szerzőnek, köszönöm a reaktéri gyülekezetnek is természetesen, hogy ezt a második kötetet immár fontosnak érezte, hogy megjelenjen, de különösen is szeretném megköszönni Zászkalinszky Péternek, és ezért éreztem fontosnak, hogy az Evangélikus Egyház elnöksége nevében ezt kifejezése juttassam, hogy mennyire fontos az alázatos munka, amit Péter éveken keresztül, évtizedeken keresztül, de a könyvet szerkesztve és hosszú időn keresztül végeztél és végzel, és az az alázat, az a precizitás, az egyház szeretet, amivel ezt képviseled, ezt az ügyet, és sohasem tolod a saját személyedet előre, hanem mindig egy ügyet képviselsz, egy gyülekezetnek az ügyét, de még inkább Krisztusnak az ügyét. Ezt egyházunk nevében szeretném megköszönni, és áldást kérni a te további szolgálatodra, a jó ügyek érdekében, családod életére, és ha szabad az egyházunk vezetésének nevében valamilyen, nem is ajándékkal, de egy kéréssel szeretnélek így megtalálni, hogy amennyiben lehetőséget látsz arra, hogy egy kis pihenésre egyházunk valamelyik üdülőjébe elmenj feleségeddel, Ágival együtt, akkor ezt jó szívvel biztosítjuk, hogy egy általatok választott időben egy kicsit a jól végzett munka után egy kis pihenést találjatok. Szeretném ezt egyházunk nevében felajánlani. Köszönjük szépen a munkát!